Így néz ki jelenleg a Berek-Surányi határállomás magyar oldalán épülő kamionterminál. A munkások éppen az épületek kialakításán és az ahhoz csatlakozó utakon dolgoznak. A beruházás célja, hogy a határállomás alkalmassá váljon a Magyarországról és Ukrajnából érkező kamionok fogadására, valamint tehermentesítse a Záhony csapi határátkelőhelyet, amely jelenleg az egyetlen teherforgalmat fogadó átkelő a 133 km hosszú Magyar-Ukrán határszakaszon. A munkálatok a tervek szerint december közepére fejeződnek be, ekkor kezdi meg működését a határállomás megújult technikai eszközparkja is. A helyiek örülnek a beruházásnak és elsősorban munkahelyeket Tőle. Sok berek sorányinak ad majd lehetőséget ez a terminál, munka lehetőséget, illetve hát adóforintokban is mindenféleképpen meg fog mutatkozni a településen, ami szintén egy ilyen kis településnek óriási jelentőséggel bír, hisz minden forintnak helye van. Erről függetlenül még akkor a vállalkozás, a további vállalkozások, befektetők is várhatók a településen. Jelen pillanatban is vannak már ez irányú mozgások, megkeresések, vállalkozók részéről, akik látnak lehetőséget ebben a bővített nagy határban. A program záhony érintő részében közös magyar-ukrán kapcsolattartási szolgálati helyet alakítanak ki, Tiszabecsnyel pedig az útlevél kezelő fülkéket cserélik és bővítik, valamint automata soron trompót építenek ki november közepéig. A beruházás a határ túloldalán, a kárpátaljai Tiszaújlaknál egy idéglenes vízi határátkelő hely létesítésével folytatódhat. A meglévő fejlesztések mellett új határátkelők építését is tervezik a magyarok ukrán így például Tisza Tiszakóródnál, vagy itt Nagyhódostán is megnyilhatna az út a határon keresztül. A magyar-román-ukrán hármas határ közelében fekvő nagy hódosnál már befejeződött az új átkelőhely tervezésére irányuló program. A megvalósításra a külső határok alapelnevezésű projekt segítségével több mint 706 millió forintot fordítanának. A program megvalósítási határideje 2018. június 30-a tájékoztatott az ORFK kommunikációs szolgálata.